Emelkedik az országgyűlési őrség hivatalos állományának illetménye mától, csak nem 117 ezer forinttal lesz több a bérük. A rendvédelmi szervek dolgozói is több pénzt kapnak mostantól, ez a béremelés első része, a következő lépcső pedig januárban lesz, de már is hallhatjuk a további részleteket. Boldizsár Kata, a első vendége a ma reggelben. Folytatja. Így van, köszönöm szépen, Feri, jó reggelt kívánok, és jó reggelt a vendégemnek, Rétvári Bence belügyminisztérium parlamenti államtitkára, vendégem, szép jó reggelt. Köszönöm szép jó reggelt kívánok. Örömteli híreket hozott nekünk, már pedig ami a béremelésekkel kapcsolatos. Vegyük akkor egy picit sorrendbe, ugye tovább emelkedett, vagy emelkedik a katonák és a rendőrök béle, valamint ugye nagyon-nagyon fontos, hogy az országgyűlési őrség hivatalos állományú tagjainak az illetménye is, és ugye a legutóbbi béremelés az egy január időszak, Tehető, akkor volt egy 10%-os a rendőröknél, illetve a katonák illetményénél, és aztán most véglegesítették a határvadászok bérét is, de kezdjük rögtön a legfrissebbel, és akkor utána pontról pontra végigvehetjük az emelkedést. Valóban szeptember 1-en hogy a diákoknak egy szomorú nap, meg hát az időjárás is kicsit ilyen szomorkás a mai napon, de a rendvédelmi dolgozók számára ez egy nagyon fontos, azt is mondtad, hogy mérföldkő jellegű béremelésnek a, a napja mai naptól, a rendőröknek, tehát akik a megyei kapitányságon vannak ott, a készenéti rendőrségnél dolgozóknak, a terrorelhárítási központnál dolgozóknak is emelkedik a bére, de emelkedik a bére mai a katasztrófa videremnél dolgozóknak, tehát azoknak is, akik tűzoltóként dolgoznak, azok is a különböző katasztrófa elhárításán vesznek részt, emelkedik abére, a bére a büntetés végrehajtásnál dolgozóknak, tehát azoknak, akik börtönökben vannak, a börtönőrök, az idegenrendészeti eljárásban, akik részt vesznek hivatásos állományutaként, nekik is emelkedik a bér, és valóban az országgyűlési őrség tagjának is emelkedik a bére. Tehát a hivatásos állományú rendvédelmi szerveknél dolgozóknak lehet az rendőr, lehet az börtönőr, lehet az tűzoltó, mindenkinek a mai naptól legalább 116 ezer forinttal emelkedik a bére. Ez összesen 51 milliárd forintnyi többlet, amit erre biztosítottunk, de az rendkívül fontos, hogy őket is megbecsüljük, és akár egy évben valóban több emelés is legyen, nagyon is utalt rá. Januárban kezdtünk egy 10%-os béremeléssel január 1 Ezután folytatódott egy hat hói fegyverpénzer februárban, és most is egy érezhető emelés, ami ami a Mától hatályba lép. Ha itt megnézem, hogy a, a tiszt helyetteseknél, tiszteknél ez mekkora arányt jelent, azt látjuk, hogy a tiszt helyetteseknél ez a, a magasabb arány, tehát ez egy 30-44%-os fizetésemelés. Ez azt jelenti, hogy a tiszt helyettesnek a bére mondjuk 267 ezer forintot keresett, az most 384 ezer forintot fog keresni. A tiszteknél is azért ez egy érezhető, ott ez egy 18-25%-os emelésnek felel. Meg. tehát aki ott keresett pályakezdőként 393 ezer forintot, az most pályakezdőként 510 ezer forintot fog keresni, tehát most már a pályakezdő bér tiszthelyettesni 384 ezer forintnál, tisztnél 510 ezer forintnál kezdődik a rendőrségnél is, katasztrófavédelemnél, tűzoltóságnál, büntetésvégrehajtásnál, börtönöröknél és hivatásos idegenedisztély hatósági dolgozóknál vagy, a, vagy az országos tehát ez jelentős, érezhető léptékű emelés, szükség is van rá, azt hiszem, ezt nem is kell általában indokolni, de akkor, amikor amikor tényleg a, a biztonság értéke ennyire felértékelődik, mert a, a déli határnál a migrációtól védenek minket, a keleti határnál segítenek a humanitárius segítségnyújtásban is, rendőrök is, a déli határnál a katonák is, jönnek a, jönnek a határodászok is, akkor erre igazán nagy szükség van, és azért van olyan fontos eredmény, amit meg kell védenünk a, a bűnözés terén is, hiszen a bűncselekmények száma bő egy évtized alatt a harmadára esett vissza ha, ha, nem becsüljük meg a rendőröket kellőképpen, akkor nyilván ez a folyamat visszafele is mehet, ne? mint láttuk 2010 előtt, amikor iszonyatos mértékben tudott emelkedni sajnos a bűnözésnek, nem viszont meg kell védeni azt, hogy ez sikerült ma már leszorítani. Hogy ma már egy hollywoodi sztár, ha ideérkezik, arról ír a Facebookon, hogy este ki tud menni sétálni, és lányokat lát egyedül is sétálni az utcákon, mert nem kell félni Magyarországon sötétedés után sem a, az utcákon, még a nagyvárosokban sem. Ezt többek között a rendőröknek is köszönhetjük, ezért kell őket megbecsülni. Így biztosított az, hogy valóban megfelelő létszámú rendőrség legyen Magyarországon ahhoz, hogy ezt az eredményünket egy ilyen nehéz szomszédunkban dúló háborús helyzet mellett is meg tudjuk védeni, amikor nyilvánvalóan több nehézség adódik Európa minden országában, mint, mint korábban, az emelkedő energiárak miatt, infláció és más egyéb gazdasági nehézségek miatt. Úgyhogy, úgyhogy nagyon fontos, hogy ilyenkor a megbecsüljük, ezért ez a szeptember 1 tényleg érezhető mértékű nagyobb arányú emelés. Ha már ugye az iskolakezdésről beszéltünk, akkor nyilvánvalóan ez a pályaválasztásnál is nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy igenis pontosan tudja azt, hogy egy pályaválasztó, hogy milyen pályamodell áll előtte, milyen fizetést tud majd kapni ezért, és ez mondjuk lehet egy motiváló is az állomány bővítésére és feltöltésére. Igen, pályakezdőként az előbb mondta, hogy milyen számokkal lehet valóban számolni, és innentől ez az évek kerülettával, vagy, vagy a még fontosabb beosztásokkal, vagy a továbbképzéssel valaki még tudja emelni a, a saját fizetését. És valóban, amikor én beszélgetek olyanokkal, akik tényleg fegyveres testületnél dolgoznak, sokak számára ez nagyon fontos, hogy egy kiszámítható életpálya van. Ha törik, ha szakad, jöhet bármilyen nehézség, probléma az országban, a világban, itt egy kiszámítható előrelépési lehetőség van mindenki számára. Ezért is az elmúlt években jelentősen nőtt, több mint három ezerrel közel 4000 nőtt a rendőrségnél dolgozóknak a, a száma. Ugye általában az ellenzék mindig azt szokta mondani, hogy csökken, meg több kéne. Valóban volt olyan időszak az ő időszakukban, amikor csökkent mondjuk a bér, vagy, vagy, vagy hiányoztak még többen a, a, a rendőrségtől, ahogy ők tevékenykedtek évről évre. Az elmúlt években azért mégiscsak több mint 3000 ezerrel nőtt, ezért tudja a rendőrség most ellátni a déli határon és a feladatát, meg a keleti határon is. Ez nyilván hosszú nem fenntartható ezért jönnek a határodászok a rendőrök helyre a déli határnál, de mégis a magyar rendőrség erre is képes volt, hogy a szokásos közlekedés rányítási, nyomozási, igazgatási, bűnözési feladatain túlmenően még két ilyen többlet feladatot is el tudott látni. Azért ezt nem minden országban tudták megtenni, sok országban azt mondták, hogy erre mi képtelenek vagyunk, nem is állunk ott a határon, nem is védünk semmilyen kerítést, semmilyen határt, aki akar jöjjön, gyalogoljon át az országunkon. Az ország jó része ezt mondta, politikai is, meg azért is, mert nem volt fizikai képessége arra, hogy megvédje a határát. És valóban hány magyar ellenzéki politikus ment le a déli határ és mondta, hogy képtelenség lesz itt megvédeni a déli határt. Nem akarok névsorolvasást tartani, mert nagyon hosszú lenne. Minden párból szinte elmentek oda. Ennek ellenére a büntetés végrehajtás, tehát a, a, a börtönök, a, a fogvatartottak felépítették a déli határon a kerítést, és a rendőrök azóta védik a, a déli határt. Azt, amit azt mondták mindig, hogy képtelenség az mégis, mégis meg tudott valósulni, és Magyarország hatékonyan akadályozza meg azt, hogy a déli határainkon a, a, migránsok átjönnek. Ebben a rendőröknek nagyon nagy szerepe volt, nagyon nagy köszönettel tartozunk nekik minden nap, ők nappal is és éjszaka is dolgoznak, ezért érezhetjük munkat biztonságban, ezért fontos, hogy ezt az 51 milliárd forintot igazából a saját biztonságunknak a szabatolására fordítjuk most a rendőröknek és a katasztrofavédelemnél dolgozóknak, BV-nél dolgozóknak és a többi hivatásos állománytagnak a béremelésére. Egy percünk van még, is. És fontos arról beszélni, hogy ugye most már megállapították a határvadászok bérét is és illetményét. Ők hogy állnak, a képzésük mikortól és milyen folyamatban kezdenek majd munkába állni? Hát nagyon nagy szükség van rájuk a déli határon. Ha megnézzük a számokat, ugye nem csak a tavalyi számot, tavalyi illegális bevándorlási számot múltuk föl már a nyár derekán, valamikor július végén. Tehát Idén július végén többen akartak átjönni a magyar határon illegálisan, mint tavaly egész évben, 12 hónap alatt, hanem most már augusztus végére az elfogott embercsempészeknek a száma is magasabb, mint 2015-ben 12 hónap alatt. Tehát az volt, hogy a migráció csúcsa, 15-ben a legtöbb illegális migráns akkor érkezett. Nyilván a legtöbb embercsempész is akkor szervezte az ő illegális határátkelésüket, de idén már több embercsempészt fogtunk el tényleg 8 hónap alatt, mint akkor, akkor 12 hónap alatt. Tehát nagyon szükség van rá, hogy, hogy megjelenjenek a határodászok. Minden héten indulnak újabb és újabb csapatok, egy négy hetes kiképzés van, ebben jogi ismeret, rendészeti ismeret, fegyverhasználat, határrendészeti ismeretek, tehát így épül föl körülbelül a négy hétnek a, 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 tematikája. 100-200 fővel indulnak folyamatosan a, a, képzések. Az első századoknak az eskütételére már szeptemberben sor kerülhet, és utána megkezdhetik a határon a tevékenységüket. Itt látható, hogy az embercsempészek is felfigyeltek erre, hogy itt egy, egy, nagyon hatékony védvonal lesz, hiszen sikerült kiszűrni már azt is, hogy bizonyos embercsempész hálózatok be akartak épülni, és saját maguk küldték az egyik másik tagjukat, hogy jelentkezzenek határodásznak, hogy így próbáljanak áttörni, de olyan védelmi rendszere van a határodász meg, hogy bizony ezeket a beépülési kísérleteket sikerült kizárni, és nem tudtak beépülni a képzettek közé. Ezért minden magyar ember biztonságban érezheti magát, mert már a, már a jelentkezésnél is igyekszünk minden feltételt biztosítani ahhoz, hogy valóban itt egy hatékony védelem legyen a déli határon. Köszönhet érte a határodászoknak, Szép hivatásra vállalkoztak, de nagyon fontos, hogy eredményesek is legyenek. Rétvári Bentek, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm.